Hello, hello, jó emberek, itt vagyunk a Mikulás kóstoló és értékelő versenyen. Itt vannak a jelöltek, 12 Mikulásunk van. Név szerint a Lin... Mini télapó. Mini? Hol van a Mini? Ja, itt kezdődik. Mini télapó, Lint, Dark, Szerencsi, Boci, Tibi, Smarties, Diabetikus, Milka, Kinder, Boci, tejcsuk is. És a After Eight-es mentolos. Na, úgy fogjuk, hogy először is mind a hárman lepontozzuk a külalakot így, ahogy most kinéznek. Adunk egy-egy pontszámot. 1-től 10-ig lehet pontozni. És akkor figyelj, már 12 darab van. Akkor hogy állítjuk? Nem, nem az a lényeg. 1-től 10 pontig adunk pontot. Azt hittem, hogy ilyen nyelvűséget kell. Ezzel kezdjük a kis picivel. Ezt bemutatom. De a nagyság a számít? Vagy nem. Hát, hogy neked ez tetszik-e így, ahogy van ez a Mikulás? 1-től 10-ig hány pontot adsz rá, Petrus? Nézd meg az arcát, az alakját, a kivitelezését, színét, ilyesmit. Na, megvan. De mondjad akkor te. Én 9-est adtam. 9 pont te? 10-et. De most miért mondjuk meg? Hát azért, mert ez nem titkos eddig. Ott lesz titkos, mikor kóstolunk. Igen? Mm-hmm. Na, igen. Én is egyébként... Erre 10 pontot adok, de indokolni is kell. Miért adtál 9-et, Petra? Hát, nem akartam maximálisat, igazából nem annyira tökéletes, de egyébként nekem tetszik. De mi tetszik? Olyan barátságosan néz ki. Nekem pont azt tetszik, hogy ilyen kis minike. Igen, olyan igen, kis igen. Töpöröntjű. Meg ilyen, az az igazi olyan öreg. Öreg mikulás, szemüveg, csodálkozó. Ahogy elképzeli az ember. Ez csak amikor... hogy csodálkozik a szeme. Nagyon jól néz ki. Annyi, hogy hát kék zsákja van, azt nem tudom, hogy miért kék a zsák. Hát levonjak egy pontot? Á, nem. 10 pontot megér. Jó. Jön a második, ez a drága csoki, igaz? Igen. A 600 forintos. Hát, én erre gyerekek, 8. Jó, hogyha egy 6-os. Én 6 pontot adok. Én 8-at adok. Én egy 9-est. Hát nézd meg már, hogy néz ki, ilyen nyomott feje van. Nézd csak ennek milyen pupos, jó. Vagy ilyen kupos. Hát mert a fejében van igen. Az a sityak. Ennek meg ilyen. Ráadásul ez egy, nem is csodálom, hogy 600 forint, mert nézd meg, hogy tiszta aranyozott mindene van, oda néz. Hát mert a... Te mennyit adtál? Én 9-et. Hát gyönyörűek vagytok, osztják akik itt a pontot. Na, hát csak nincs bevonalkázva nekem te. Hát én látom. Én meg nem. Na, mehetünk tovább? Hát, aha. Melyik jön? Adjatok pontot, Dark. Mert én vonalkázok. Dark jön? Aha. Igen, ez a... Hát ez nekem egy olyan... Nekem 7-es. 5-ös. Miért? Há, miért 5-ös, meg miért 7-es? A 7-es azért, mert hogy nem piros Mikulás, amikor ugye ez ja, a... Ja, ez? Ez nekem olyan... Mert ugye kék Mikulás, vagy ilyen lilás Mikulás, és nem piros. Hát... És... Egy 8-ot adok én. Én 5-öt adok, mert nekem... Annyira nem tetszik, nekem hogy nagyon... Nekem annyira nem tetszik, nekem egy olyan... De nézd meg, az arca az jó, az olyas, az normális nem, szerintem. Igen, azért én. De nem. Nekem meg hát ez ilyen új hullámos Mikulás, igen, ez már igen, ilyen... Íze is. De hát szerintem egy 8-os, mindegy. Na, jön akkor ő a Szerencsi. Hát ez 3 pont, jó ember. Hát nekem ez, jó, ez is egy 5-ös. Nézd meg már, de nem van, de ezt jó, nézzétek már, mint akit kupán vehetek, oda néz. Nem? Fejen ütötték, az felpuffadt. Sic! Igen? Nekem egy... Végül átváltoztattam 8-asról 5-ösre. Mi? Hát nézd meg már, mint akit kupán vertek, azt ott a fején egy nagy púp. Hát tisztára, ilyen egy feje, ez nem is fej alakú. Hogy néz ki meg? Barna, mint akit leszartak már, nem, már bocs. Hát az azért, mert hogy egy csokoládé. Hát én azt értem, de egy Mikulás az nem, de nem jön barna Mikulás hozzánk. Igen, hát figyelj, ilyen alapon a boc is következő. De legyen a boc is, igen, nézzük. Az egy 8-as nekem. Hú, ennek hát az arca vidám. Nagyon jó ki van dolgozva. Ha megnézitek komolyan, ennek van az arca a legjobban. Vidám. Igen, de ez a zöld viszont nem tetszik, meg itt aki ugrál ez a valaki. Na, hát ez egy... Nekem 8-as. Hát egy 8-as. Na, én csak a szín miatt adtam. Ha csak ezt kellene nézni az arcot, ez a legjobb. Nézd meg azt a nagy ormányt. Akkora orra van, mint egy házoda néz. Kurva jó. Na jó. Tibi? 8-as. Tejcsok is. Hát, az is tejcsok is?
Tibi 8-as. Ja, nincs is más. Nincs is Tibi. Az boci. Hát ez 8-as. 7-es. Azért 8-as már az arca. Nekem nagyon fura. Hát az arca még nem is annyira, de a sityak is hogy áll rajta, meg már megint ez miért kell ide rajzolni ezt a sok trombitát? Hát miért hoz trombitát? Hát vagy az mi? Nagyon drága. De a gyereknek is így. Hát miért? De senki nem izé. Trombitát senki nem kap szerintem Mikulástól, vagy kap. Én nem tudom. Én trombitát ad, de én Sarkadi tanár úrtól kaptam annak idején a trombitát. Na, Minis Martis jön. Ez nekem egy... Hát figyelj, ez, hogy valami depressziós, ez a Mikulás, ez hó, biztos, ez egy 7-es nekem. Nekem 9-es. Miért? Mert nekem az öltözéke. Igen. Na jó, ami tetszik, az ez, ez ahogy ki van, meg ez a szín, ha megnézitek ezt itt a kezét, meg amilyen ilyen domborszerű, az nagyon... Na azért kapott volt tőlem 10-et, de a sityak is olyan jó rajta. De az arca miatt nem kaphat. De ki van dolgozva? 7-et csak. Na jó, 8-asra átírom, mert... Ki van dolgozva az arca? Meg a színek. Tehát ezek tényleg olyanok, amilyen... De depressziós a csávó, az kutya biztos. Én gyerek közelében nem is engedném, nézd meg, hogy néz. Hát... Tuti, ennek Csernushoz kell menni, nem gyerekekhez. Na, nézzük a diabetikust. Nekem ez egy 8-as. Hát gyerekek, ez egy 5-ös. Ez úgy is néz ki, mint ami diabetikus, de komolyan. De azért is akarták így, hogy diabetikus legyen. Hát nézd meg, már ez a leghaloványabb színű. Úristen. Hát de még maga a Mikulás ez elég hatos, piros. Hatos. Ez 8-as. Hát ez 5-ös. 5-ös. Ez biztos, hogy már így a felmelegedés miatt van, hogy már nem szívta ki az arcát, érted? Globális felmelegedés zajlik. Ez a baj. Na. Na, jöjjön, áld, a Milka az megtartotta a szín összeállítását, ami igen, az nekem ez egy 7-es. Az arca se a legjobb, illetve de ugye a Mikulás. Nem most, hanem, hogy mi egyszerre egybeszél. Csalafinta. Nem hallottam belőled, se belőled se. Mi van? Ő egy csalafinta, Mikulás. Hogy pszt. Jó. Hát én azért adtam 7-est, mert az arca nincs annyira kidolgozva, szerintem legalábbis. Illetve a piros ruha itt sincs meg. Hát Petrával egyetértek, de én 5-öst adok csak, mert az arca nem az, hogy nincs kidolgozva, hanem mint valami kínai vagy japán. Nézd már meg azt a szemet, te látod onnék, Petra? Nem, pont hogy nem. Hát mint valami japán, vagy nem is tudom, valami kamikáze Mikulásban az meg hát ide lehet, küldték. Figyelj, kínai már elég sok kínai van már Magyarországon. Tehát... Hát na jó, de egy lila ruhába öltözött kínai Mikulást kivárna. Hát én nem, én be nem engedem. 5-ös. Na jó, Kinder, nekem jön a Kinder. A Kinder, ő is a színeit megtartotta. Na, igen, az a bajom, hogy nem és piros. Ezért csak 8-at ér. Igen, nekem hát egy 7-est adok, és... De az arca... Semmit mondom nekem. Annyi, hogy ennek az alakja másabb, mint a többinek. Olyan tehetem van. Hát meg ilyen lapos, egy kicsit igen. Jobban meg van dolgozva. Boci? Ez milyen jó fejű Mikulás, nem, mint aki be van baszva. Ez kurva jó, ez 9-est kap. Tőlem csak 8-est, mert alakilag egy általánosság. Hát azt kell, hogy mondjam, kicsit sovány. Nem evett elég sok. Ez inkább iszik, úgy nézem. De gondolom, bemegy a gyerekhez, aztán elszórakoztatja, mert már jó kedve van, látom. Úgyhogy hát ez, én ennek 9-est adok. Kicsit híznia kell, az 10-est kap. Na nézzük az utolsót. After 8-as. 8. Miért 8-as? Azért a színe, ugye én már eleve 8 ponttal indítom, van, nekem tetszik. Hogy nem piros. Hát de a másik az arc is olyan sejtelmes, hogy az... 9. Hogy barna, meg... Hát, de ez a zöld, ez ilyen csillú, szép. Illetve dombornyomott, ez is majdnem olyan, mint ki volt. Hát legyen ez. Akkor nekem is 9-es. Illetve nézd meg, hogy ki van dolgozva egyébként az a kis kilátszó arca is. Úgyhogy nem rossz. Ez nekem tetszik. Nekem már eleve 8-szal indul az, aki nem piros. Igazából neki is a szeme olyan kína is, hogyha jól megnézed. Szerintem jó hát az. Nézd meg, hogyha úgy hozzá. Hát egy kicsit hunyorog, akkor... de azért nem úgy néz ki, mint ez. Nézd már, mert ne vieskedj már. Hát azért van hasonlóság a kettő között. Na, jó, jön a második felvonás, azt meg akkor csináljuk úgy, hogy ahogy mondtam, hogy mi bekötjük a szemünket, te bontasz, mi nem tudjuk, hogy melyiket kóstoljuk, lepontozzuk, beírod a lapjainkra, és utána majd te majd...
És nekünk mit? Meg kell mondani? Nem kell számolni. Hát, hogy tudjam, hogy hova kell, akkor csak végig kell néznem. Én meg be kell te is izélni. De mivel kötjük be a szememet? Itt van. Hát de egyen nem tudjuk a enyémet is. Azt mondja, ott van. Az hogy kössem be én is? Nem tudom. Az már a te dolgod. Na, lezárom addig, míg itten vitatkozunk. A menetrend az lesz, hogy itt van bekötve a szemünk Petrával. Edit ad kóstolót, lepontozzuk, és utána Edit megmondja, hogy ez melyik volt. Na. Jó? De ti látni fogjátok, hogy reméljük. Melyik vagy... Reméljük, mert annyira nem fogom el rohni. Sikerült, ne tervődj. Kellett volna még egy fejhallgató is, hogy ne halljuk még a roppanását, mert én annyira profi vagyok, hogy én a roppanásából megmondom, hogy ez melyik. A zacskó csörgésben is meg lehet. Jut eszembe, kint van a zacskó. Ja, tessék. Tartod a kezed? Hát a szám. Igen, a szádba. Uh-huh. Mm. Kezedbe? Igen. Uh-huh. Na. Hát ez egy tuti, hogy étcsoki. Igen. Mm. De egyébként nagyon jó. Tíz. Mm. Kesernye és az utóíze. Igen. Nagyon szeretem az ilyet. Elég kevés kóstolót adtál. Na. Hát figyelj. Még nem nagyon nézem. Tízes. Nekem tízes. Tessék még akkor egy darab. Mm, akkor. Nekem tízes. Hallod, többet nem kívánunk csokit, ha ezt mindet megkóstolod. Mhm. Mm. Na, hát. Ez melyik volt? Nem, mindjárt. Na, várjam. Hát egy 9-est adok neki, mert tényleg jó, jó étcsoki, ilyen kesernyés, van egy kis kávéság íze, viszont nekem, minthogyha egy kicsit ilyen vajasabb vagy milyen lenne, hogy így a fogamat azért, hát 9 pont. Jó, mondja meg. Igen. Melyik volt ez? Boci nagy étcsoki. Boci gondoltam, nagy étcsoki. Nem rossz egyébként, ja. Nem rossz. Következő. Mindjárt. Jó, nincs sok várom. Mikor tátsam a szám. Jó. Na, nézzük. Akkor most. Ha. Na. Na, az meg szétkented az arcomon. Faszol, mit csinálsz? Ez ilyen. Nem lehetett. Az étcsoki nagyon kemény volt. Tízes nekem. Ez is? Na, az egy tejcsoki. Igen, ez biztos. Viszont nekem rettenetes édes, na. Ez kinder, nem, ez mi ez? Milka lehet? Hát nem tudom milyen, de ez nekem tízes. Nagyon... Tízes. Tízes? Én szálltam az ilyet. De nem. Túl kevés kóstolót adsz, érted? Nem. Nekem ez kevés, mert nem megy szét a nyelvemen, hanem olyan kis morzsákat, de mondjuk a felét a pofámba kente. Dehogy kentem. Azt hát mondtad, azért... szólsz, hogy mikor nyissam erre, neki nyomtad a pofámnak, utána akkor... szóltál, hogy igen, most... benyomom a szájába. Na. Tessék. Na már megünk, bázd meg, nem tudom megfogni az ujjadat belerakni. Nem, meg több darabból áll. Hát úgy törik. Uh-huh. Ez milyéka lehet? Na, nem. Kinder. Ez, de, ez a Kinder. Tuti. Igen, ez a Kinder. És szerintem azért annyira nem kinderes, mint ahogy kéne, de a Kinder. Biztos, igen, hogy az, ez biztos, hogy hát egy 8-as, az előbb jobb volt. Petra, el lehet tántorítani téged a gondolataitól. Mert mi volt ez? Milyéka. Igen. Igen. Hát azért nem volt annyira kinderes. Nem mondtam én gyereket. Petra egyből megmondta, basszus, hogy Milka. Petrának jobb ízlelése van, mint nekem. Hát ezek szerint csokiból biztosan, de ez jó volt. Na, a jöhet. Következő. Hörcsöd meg akkor. Mm, jó lett volna egy kis sört iszok rá. Hol a söröm? Ide adod a kezembe? Jaj, hát de haladjunk tele már. Tele van a szám ezzel csokival. Enni akarok csokit. Petra, tartsad. Igen? Jaj, igen. Van egy érzésem, hogy ez mehet. A mentolos. Igen. Mm. Nekem most ez kevés volt. Na, ezt tudom. Tízes. Nekem nem minden tízes. Na, ez finom. Gyerekek, ha hiszitek, ha nem, van egy kis ilyen gomba utóíze. De komolyan, vagy nem, habanyéró. Na, tiszta, igen. Haba, igaz, Petra? Na, igen, tényleg bizony olyan. Bizony Isten, mikor megeszed a habanyérót. Tényleg olyan. Igaz? És ez a jó íz. Na, ez 10 pont. Ez 10. Ez a kinder, fogadjunk. Nem, ez a mini télapó. Ez a mini. Ez a mini. Melyik? Az a picike? Igen. Ez kurva finom. Gyerekek, hallod, habanyé, igaz, Petra? Igen, olyan. Tudod, mikor lenyered, és igaz, hogy csin, de van az a jó íz a szádbe, és bazd meg ilyen. Szerintem valami vaníliás, vagy valami ilyesmi beütése van. Ez az a pici mikulás. Uh-huh. Hát gyerekek, hát az gyanús, hogy nyertes lesz, mivel hogy külarakra is jót kapott.
Uh-huh. Ezt meg fogjátok tudni. Hopp. Ez a mentolos. Na már. Nekem nagyon picit a mentolos. Nem az. Nem. De furcsa. 10-es. Milyen íze van? Ennek is van egy kis habanyérós utóíze. Kinder. De nem annyira, mint a másiknak olyan. De nem rossz. Inkább szerencsi lesz. Nem. Ez nem rossz. Annyi, hogy... Kinder. Hát nem. Ez 9 pont. Ez nagyon jó. 10. 9. De minden 10. Hát így a mentor. Mindig 10. Igen. Na mennyi volt? Mi volt? Ez a Smarties volt. Ez a Smarties? Igen, csak leszettem róla, ami rá van tapasztva a belsejéről, hogy csak a csokit kapját. Ó, de miért? Egyből rájössz. Hát ez itt csalás volt. Na ez itt csalás volt. Nem volt csalásnak. Hát csokit kóstolunk, és a többinek nincsen. Na hát ja, világ. Olyanja, és egyből. Fogadjunk most a mentolos, igen. Na, ha mentolos, akkor kicsit adj. Na. Gyereket már nyerj. Mit csinálsz meg? Hát mit? Ez valami vékony. Nekem vastag a fej, bubját kaptam. Na. Ez ég, nem? Na ezt nem venném meg. Ez az első, ami ugyan semmilyen. Mogyorós. Tiszta mogyoró beütése van. Ennek van valami mogyoró. Nem, Petra? Uh-huh. Ez ég, csoki. Simán, tiszta mogyorós. De nem annyira jó. Én erre csak... 9. 7-et adok. 9-et. 7-et adok. Ez volt a dárkos. A dárkos. Tiszta magyarós beütése. Igen. De ugye ez izé, ez ét. Hát, nem hiszem. De hát ha dárk, akkor sötét és ét. Bélem most jönne a DPD és futár, mit szólna, hogy mi ilyen izé van? Lemegyek, azt mondtam. Ja, le kell menni. Hozzák a rútert egyébként. Ja, a szendvics sütőt meg a büdös sprinter futár gyerekek visszavitte az emadnak. Ha? Ez kinder. De ez miért ilyen kemény? Már a fejét kaptad. Ja, ez tömény a feje, bazd meg. Hát ilyen a feje. Ez kinder. Ez tudja, hogy kinder. És gyerekek, nem üreges a feje. Ezért pluszpont jár, azért kap egy... Nekem 10-es. Hát, nekem ez 8-as. Nekem 10-es. És te élek kindere? Nem, ez volt a Lindt-től. Ez a Lindles. És erre csak ennyit adtam. Igen. Petra, ne mondd már többet, hogy mit gondolsz, hogy melyik csak azt a pontot. Na. Elvitted, és emiatt lepontoztam a 600 forintost. Na, ezért jó bekötött szemmel, gyerekek. Ez a mentolos, ugye? Ne. Hát félek. Na, jön a következő. Nem. A kinder. Na már megint. Mindenki. Egyet találtál eddig még Petra el, igazából. Ez biztos, hogy kinder. Na, ennek van egy ilyen émelygős, nagyon édes íze. Kutya vékony, amit kaptam. Rettentő vékony. 10-es. Hát ez egy 8-as nekem csak. Nekem 10-es. Petra, nem. Annyira nincs jó, mint az előző. 7-es inkább. Ez ugye kinder. Nem. Oh. Ez volt a Tibi. Azért ilyen vékony. Ilyen 7-es. Igen, mert a Tibi vékony. Hát nem mondtad, hogy milyen vékony. Igen, jó, már úgy is vékony. Ja. Nem, de a csoki is vékony. Hát ezt se venném. Nem? Nem. Következő mentolos jön. Na. Inkább a kinder. Tessék. Jó. Tart. Ajjaj. Jöhet. Igen. Megint a tetejét kapom. De érdekes. Na, ez már after eat. Igen? Biztos? Ezért, ennek azért adok 9 pontot, mert annyira nem finom, de van egy különleges íze. Nagyon különleges. 9. Petra? Tudjátok milyen? Olyan, mint a zselés szaloncukor. Nem mondom meg. Olyan, mint a zselés szaloncukor. 9-es. 9. Egy kicsit kókuszos is. Le is. Ha? Akkor ez a szerencsi volt most. Ez a szerencsi! Szerencsi, dárkos, vagy milyen eset. Nem, ez ét. Az ét csokoládé. Gyerekek, ezt azért ajánlom, ezt a szerencsit, mert különleges. Tehát ha nem olyat akarsz, ami olyan
mindegy forma dolog, ez nagyon... Ez anya, az After Eight-esből csak egy kicsit. Ja, Istenem, mindig ezzel jön meg a kinderesse. Ez kinderes lesz. Na már megint közé. De komolyan, hallom az acskó csörgést. Ez mi? Az az enyém. Ez a tény. Jaj, ne! Fúj! Ez messziről már megvolt. Fúj! Na, most már tudjátok. Anya, ezt odaadom, jó? Tudom. Ha nem baj. Hatos! Hát 9-es, ez az After Eight-es. De ez is csak azért 9, mert különleges. Messziről megéreztem a szerencsi, a szagát. A szerencsi az jobb, mint ez. Az is 9-est adtam, de az jobb, mint ez. Ez a 9-es. Mindegy, ez is 9-es. De legalább túl vagyunk, akkor most jön a kinder. Na, most már tényleg tiszta ilyen mentolos. Meg jó, hogy a végén adtad. De még nem tartunk a végénél. Még mindig van? Hát, nem. Jól laktok most csokoládéval. Bassza meg. Nem. Nem érzek semmit a mentor után. Na, hát csak a végén kellett volna. Tízes. Ennek is valami magyarós tiszt érzek, de nem sok semmit érzek. Hát ez ilyen 8-as. De még mindig a mentorost érzem. Én is. Inni kellett volna. Hát előtte. Mondtam, hogy itt a söröm, adjál már belőle. Ez volt a diabetikus egyébként. Tessék. Ez volt a diabetikus. Mm-hmm. Amit nekem is kéne valami. Hol a lyuka? Hát de így adott fordító, így adott. Miért ne? Jaj. A kis... Ez a letakertem. Aha. Hát ha jártok az After Eight-re, ne igyatok sört, meg kurva rossz ide van. Főleg ne ilyen barna sört. Ja. Most mi van, technikai szünet van? Anya, hol vagy? Hol vagy? Igen, én meg még azt... Törmelékeket egy kicsit. Edith, én nem vállalom, hogy téged végigkóstoltatlak. Hát én már végigkóstoltam. Szerintem is, ahogy ismerlek, biztos, hogy belekóstolgatná. Igen. Hát a kezemről, meg amit hagytam. Hány van még? Jöhet már. Kinder jön. Hát tényleg elalszok ebbe, így le van szemem. Tessék, vizére. Hám, hogy ne beszélj. Ja. Na ez a kinder. Igen. Az a kinder. Tízes. Úgy, ahogy az. Olyan, mint a kinder meglepetés. 9-es. Túl édes nekem. Ugye, hogy a kinder? Igen. Mert ez a kinder meglepetési íze van. Melyik maradt ki? Hát nem tudom. De ne is gondolkozz, Léci. És akkor érdekesebb lesz. Én gondolkozom. Tartsod a kezed? Jó. Mert Petra az fogdossa, vagy? Ő a saját kezdet. De nekem nagyobbakat adták, szerintem. Nagyobb vagy. Mi? Nagyobb vagy. Na, akkor a dolog, hogy tényleg belettem már annyi. Na. Ezt finom. Tízes. Ez is van miért különleges. Akkor most már levehetjük? Nem. Miért? Mert még apa még gondolkodik rajta, hogy hány pont. Ilyen furcsa. Nincs 10-es, egy 9-es, de lehet 8-as inkább. 8. Na ez volt a boci, és azt hiszem meg vagyunk. Jaj, gyerekek, ez... Jaj, milyen fura vissza. Nézd csak, szerencsétlenek, mintha itt járt van valami ízéni agyvelő szippantó. Valami, nézd meg, mert szegény Mikulásokat jól intézted. Hát, de nézd meg, hogy nem lehet normálisan törni. Na, jó, összesítünk pontszámot, jelentkezünk. Na, ta-ta-ta-tám, ünnepélyes eredményhirdetés következik. Első helyezett 59 ponttal a mini télapó lett, gyerekek. Mindenkinek ajánlom, tényleg jó íze volt, tök aranyosan néz ki, ha gyerek lennék is kéne. Maga a csokja nem néz ki olyan különlegesnek, de tényleg finom, kóstoljátok meg. Második a boci tejcsoki lett 52 ponttal. Aztán harmadik helyen 4-es holt verseny van, 51 ponttal a Kinder, a Smarties, a Boci nagy étcsokia és a Lindt. Hetedik helyen az After Eight végzett, viszont ezt ha megeszitek, szerintem fél óráig csak ilyen mentolos ízt fogtok érezni, úgyhogy
Én ebből lejjebb vettem volna, úgyhogy emiatt a 10. helyre raknám igazából. Hiába ittam rá sört, akármit már régebben ettük, még mindig ezt érzem. Nyolcadik a Tibi 48 ponttal. 9. lett a Milka 47 ponttal. A diabetikus 45 ponttal, nem lett utolsó, 10. tehát aki fogyózik vagy valami, ajánlom neki, akkor inkább ezt vegye. 11. lett a Dark 44 ponttal. Nekem ez nagyon szomorú, hogy a Szerencsi 40 pont, de azért kapta 40 pontot, mert lepontoztuk a külsejét. És azért szerintem lehetett volna itt súlyozni, hogy mondjuk a külsőre csak 1-5 pontig adunk, mert az a kevésbé fontos, az íze fontosabb. Tehát ez a Szerencsi, ezt ide gondolnám így a 3. helyre. Tehát ízre mindenképpen nagyon finom, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. Na! Hát, nekünk a télapó teszten ez jött ki. Aztán, hogyha ti is kaptatok sok Mikulást a Mikulástól, bár mekkora hülyeség, mert a Mikulás magáról visz Mikulást, ez olyan, mint a youtuberek kiírják magukra, tudod, a nevüket, azt ott reklámozzák magukat. Mi az, hogy a Mikulás Mikulást visz? Na, mindegy. Úgyhogy szevasztok, adjöjj pápá!